Nandi már fölkonferálta nagyjából az eseményeket, én azzal tartozom még, hogy Sámuelt, hát nem bemutassam a gyülekezetnek, mert volt már nálunk a Mike testvér, és valószínűleg az ígérete szerint többször is lesz, még ő lesz egy bizonyos korszak, időszakban, a mi evangelizátorunk, bizonyos időszakonként majd fogunk rendezni evangelizációkat. Szeretném átadni majd neki a szót, és akkor kérjük, hogy az igét olvast föl nekünk, és hirdetünk Istennek az üzenetét. Szeretettel köszöntelek benneteket ezen a pünkös délutánon. Ez az utolsó ének, amit énekeltünk, ez nagyon-nagyon erős volt. Nem tudom, mennyire figyeltétek meg a szövegét. Be lehet nevetíteni egy kicsit a szövegét ennek az éneknek? Gyakorlatilag, hogyha ezt így őszintén csinálnánk, amit itt elénekeltünk Istennek, akkor feleslegesé válna az én mindenféle beszédem itt. Mindenem tiéd, az egész életem, szívem teljesen átadom neked, saját terveim és büszkeségemet, most lábat húzt teszem, új életet nyerek. És jön a refrén, tiéd minden álmom, az életem. Döbbenetes. Igazából arra jöttem rá, hogy énekeltem ezt az éneket veletek együtt, hogy nem olyan könnyű ezt élni. Nekem sem. Mégis úgy hiszem, hogy ez a mai evangelizáció, ez arról fog szólni, hogy hogy lehetne olyan kapcsolatba kerülni Istennel, hogy ez megtörténjen. Nem? Hogy ez, amit itt énekelünk, ez valóság legyen. Ez az egésznek a lényege. Ez történt pünköskor a tanítványokkal. Éppen ezért egy picikét pünkösdi történethez kötődik az, amit olvasok ma nektek. Az Apostolok Cselekedőit könyvből olvasom az ígét. Úgy tudom, hogy a Mihály testvérem délelőtt magáról a pünkösdi prédikációt olvasta föl Péter apostoltól, amit megosztott. Én picit előolvasnák ennek. Az első és a második fejezetből fogok ígét olvasni, az Apostolok Cselekedeteiből. Mert olyan szépen ültünk eddig, álljunk most fel, utána is fogok még ülni, attól tartok. Igen. A 12. verstől az első fejezetből. Akkor az olajfák hegyéről, amely egy szombatnapi járóföldre van Jeruzsálemtől, visszatértek Jeruzsálembe. Amikor megérkeztek, felmentek a felső szobába, ahol megszálltak Péter és Jakab, János és András, Fülöp és Tamás, Bertalan és Máté, Jakab, Alfeus fia, és Simon a Zélóta, és Judás, Jakab fia. Ezek mindnyáján egy szívvel lélekkel kitartóan imádkoztak az asszonyokkal és Máriával, Jézus anyjával és testvérével együtt. A második fejezet első versén folytatom. Amikor eljött a pünkös napja, mindnyáján egy helyen voltak együtt, és az égből hirtelen nagy zúgás támadt, mint a sebesen zúgó szél zendülése, és betöltött az egész házat, ahol ültek. Majd lángnyelvhez hasonlók jelentek meg előttük, amelyek elkülönültek, és mindegyikükre leszálltak. Ők pedig mindnyájan megteltek Szentlélekkel, és különféle nyelveken kezdtek beszélni, amint a lélek adta nekik, hogy szóljanak. Abban az időben Jeruzsálemben istenfélő zsidó férfiak tartózkodtak minden nemzetből az ég alatt. Amikor ez a zugás támadt, az összegyűlt sokaság megzavarodott, mert mindegyik a maga nyelvén hallotta őket szólni. Álmékodtak és csodálkozva mondták egymásnak, nem de valamennyien galileak ezek, akik beszélnek. Akkor hogyan hallhatja őket mindegyikünk a maga anyanyelvén? Imádkozzunk! Olyan jó volt együtt dicsőíteni téged testvéreimmel. Meg is vizsgáltak ezek az énekek, Uram. Sokszor nem tiéd minden álmom. Nem tiéd az teljes életem. Pedig te ezt szeretnéd, és nem az a kérdés, hogy én mennyit birtoklok a Szentlélekből, hogy én megkaptam a lelket, hanem az a kérdés, hogy megkapott-e engem a Szentlélek. Hogy ő tud-e birtokolni engem, hogy az övé vagyok-e mindenestől. És tényleg jó volt együtt imádkozni testvéreimmel. Ó, kérlek téged arra, hogy segíts ma úgy hirdetni az ígét, hogy akik még úgy óckodnak tőled, hogy úgy becsöppentek ide és hallgatnak, figyelnek, hogy megkívánják a veled való közösséget, támasz a szívünkbe igazi mély sóvárgást és szomjúságot a ti megismerésed után, hogy akarjunk téged megismerni, veled járni és veled élni. Amen.
foglalja helyet a gyülekezet. Honnan is kezdjem? Talán onnan, hogy úgy szeretnék úgy beszélni neked Istenről, hogy megérezd, hogy rám a szükséged, hogy megszeresd az Istent. Lehet, hogy erős ez a kifejezés, hogy beleszeress az Istenbe. A Biblia egyedülálló módon jelenti ki nekünk az Istent. Hadd mondjam nektek, hogy annyira más a Biblia Istene minden más vallás Istenéhez képest, hogy ezt nem lehet nem észrevenni. Valamikor, amikor teológián tanultunk, Mihály akkor negyedikes volt, én csak elsős, akkor volt egy nagy vastag könyv a teológia könyvtárában, sok vastag könyv volt, de volt egy, aminek az volt egy cím, hogy mitológiák és hiedelmek, egy orosz szerzőtől. És ebbe beleolvastam, és ez a könyv arról szólt, hogy miket hisznek a Föld különböző részén élő emberek az Istenről és az Istenekről. És ezek a mitológiák az Istenek keletkezéséről, az Istenek születéséről szóltak. Azt kell mondjam nektek, hogy nagyon mocskos történetek voltak. Ilyen nagyon brutális háborúk révén keletkeznek ezek az Istenek, perverz, szexuális történetek révén keletkeznek ezek az Istenek. Ezt most nagyon kell időzélme tenni, és ezzel szemben szeretnék nektek a Biblia Istenéről beszélni. A Biblia Istene nem keletkezik, ő egyszerűen csak van. Van. A Biblia úgy mutatja be, hogy nincs kezdete, nincs vége, ő az örök van. Egy filozófus, keresztény filozófus írt is egy könyvet, az a címe, hogy Aki van. És a Biblia Istent úgy mutatja be, mint szeretetet, mint aki kapcsolataiban létezik. Nem egy egyeduralkodó diktátor sarlatán, hanem a Biblia azt mondja, hogy Isten a szeretet. Márpedig, ha Isten a szeretet, vagy Isten szeretet, akkor ez csak úgy lehet, hogyha ő kapcsolataiban létezik. A szeretet csak kapcsolatokban, relációkban tud megnyilvánulni, amikor áramlik valaki felé a szeretet, és onnan vissza. Kapcsolatok nélkül nem beszélhetünk szeretetről, csak önzésről. Éppen ezért a Biblia úgy mutatja be Istent, mint aki szent három Isten. Isten három különböző megnyilvánulása, az Atya, a Fiú és a Szentlélek. Azt mondjátok, hogy hát ez ikár volt meg hinni rám, hogy ilyen banális dolgokat akar nekünk mondani. Szeretném, hogyha ha megértenénk, hogy mit jelent ez a három. Amikor azt mondom, hogy Atya, Isten, akkor az azt jelenti, hogy Isten teremtőként, gondviselőként fölöttünk van. Isten fölöttünk. Ő teremtett, ő akarta, hogy legyünk. Éppen ezért számomra nagyon-nagyon nagy dolog, hogy Isten igent mondott rám, és igent mondott rád, amikor megszülettél. A közelmúltban lelkigondoztam valakit, aki mélységesen lázad az élet ellen. És azt mondta, Sámuel, haragszom az Istenre. Miért? Mert nem kérdezte meg, hogy akarok-e élni. És gyűlölöm, mert nagyon sok nyomorúságon mentem át, meghalt a 11 éves lányom leukémiában, van két kisebb hallásérő gyermekem, és annyi nyomorúságot éltem meg, hogy haragszom az életre, és lázadok az élet ellen. Tudjátok, mi a szomorú ebben a megnyilatkozásban? Hogy van valaki, aki nem tud igent mondani arra, amire Isten igent mondott. Amikor azt mondom, hogy Isten Atya, aki teremt és gondoskodik, ez azt jelenti, hogy igent mondott a létezésemre, a te létezésedre, ezért én is igent kell mondjak rá. És azt kell mondjam, Uram, erről nem én döntöttem, még csak nem is a szüleim. Természetesen vannak ember, akiket a szüleik nem akartak, de aki a világra született, egy dolog biztos, bármit is akartak a szülők, Isten akart téged. Isten teremtőként, gondviselésként felettünk. Ő az oka és a célja létezésednek. A másik dolog, a Biblia úgy jelenti ki nekünk Istent, mint fiút. Úgy mondhatnám, hogy a fiúban Isten közöttünk,
Isten velünk. Azt mondja karácsonykor, az karácsony ége, nevezd a nevét Jézusnak, mert ő szabadítja meg a bűnéből, és így tették be a próféta, ami így szól, Immanuel, velünk az Isten. Figyelitek, Isten fölöttünk, Isten közöttünk, Isten velünk. Már egy fokkal közelebb jön. A Biblia arról beszél, hogy a bűneink miatt mi elszakadtunk az Istentől, lázadtunk ellene, megromlott a kapcsolatunk vele, és Jézusban egy lépéssel közelebb jön az Isten. És azt mondja, közöttetek szeretnék lenni. És ezt csak úgy tudja megtenni Isten, ha emberré lesz. Az evangéliumok azt mondják négyszeresen, hogy Isten velünk, Isten közöttünk, Isten szereti a bűnös embert. És ha azt mondom, hogy a Fiú Isten, akkor ez azt jelenti, hogy míg az Atya, a Teremtő igent mondott a létezésedre, addig a Fiú Isten igent mondott a megváltásodra és a szabadulásodra, mert a Fiú a megváltó, a szabadító Isten, aki azért jött, hogy megváltson és megszabadítson minket a bűntől. Van a bűnben valami borzalmasan démoni, mert valaki kísért, és arra, amikor igen mondok, akkor együtt hozzuk össze ezt. Már sokszor hallottátok tőlem, hogy a bűn az ember és a sátán vegyes vállalkozása. Együtt hozzuk össze. Nem egyedül, hanem vele együtt. Ezért van valami démoni a bűnben, és van valami emberi. Közös produktum. Éppen ezért saját erőből nem tudunk megszabadulni a bűntől. Megváltóra van szükségünk. Szabadítóra. Jézus ezért jött. Tehát amikor azt mondom, hogy Fiú Isten, akkor azt mondom, hogy ő a szabadító, a megváltó. Igent mondott Isten nem csak a születésemre és az életemre, hanem igent mondott rám a bűneimmel, a nyomorúságaimmal, a szenvedélyeimmel, minden hiányosságommal együtt. Ez nagyon meredeken hangzik, hogy Isten igent mond a bűnre. Nem úgy mond igent, hogy akart, hogy vétkezz. Ne. Ő nem akart, hogy vétkezz. Ő nem akart, hogy lázadj. Ő nem akart, hogy bűnben élj. Az Isten úgy mond igent a bűneidre, hogy magáévá teszi a bűneidet, mert másképp nem tudsz a bűntől megszabadulni. Tehát amikor Isten igent mond a bűnre, akkor azzal azt mondja ki, hogy nincs más lehetőséged a bűntől megszabadulni, mintha magamévá teszem. Mintha én válok bűnné. Ezért hátborzongat, amit Pál apostol mond a Kolossai levélben, hogy azt, aki bűnt nem ismert, bűnné tette értünk. Ez valami döbbenet. Az Isten bűnné lesz. Figyeled? Ő bűnné lesz. Isten soha nem fogja azt neked mondani, hogy te bűn vagy. Azt fogja mondani, hogy bűnös vagy. És az elkövetett bűnök szintjén lehet köztünk különbség. Kevésbé bűnöző, meg nagyon bűnöző, nem? Ugye? De ő soha nem fogja azt mondani, hogy te bűn vagy. Mi szoktuk ezt mondani. Mi általában szeretjük az embereket azonosítani, mivel? A bűneikkel. Hogyha valaki elvált, nem azt mondjuk, hogy tönkrement a házassága, azt mondjuk, hogy ő így elvált, és ezzel már bezártam őt egy fiókba. Ha valaki lopott, nem azt mondom, hogy lopott, hanem azt mondom, hogy tolvaj, figyeled? És ezen már megvan nyitva egy fiók neki. Ha valaki paráználkodott, nem azt mondom, hogy kicsiklott erkölcsileg, hanem azt mondom, hogy te parázna vagy. Tehát azonosítalak téged a bűneiddel, és ezzel bezárlak téged egy fiókba. Isten soha nem fogja azt rád mondani, hogy te tolvaj vagy, hogy te vámszedő vagy. Olyan szépen mondja ezt Máté. Ő úgy fogalmazza meg a megtérését, hogy Jézus meglátott egy embert ülni a vámnál. Az összes többi evangélista azt mondja, hogy Jézus meglátott egy vámszedőt. Figyeled? De ő azt mondja, hogy meglátott egy embert. És ezt megérezte, hogy van valaki, aki nem azonosít genetikailag a bűneimmel. Nem azt mondja, hogy erre vagyok kódol, én magam vagyok a bűn. Mert az evangélium a számodra az, hogy Isten csak magára mondta azt, hogy bűn. Pontosabban a fiára. Nekem nagy pénteken az volt nagyon-nagyon erős üzenet, és akkor értettem meg, hogy azt mondják, hogy a kígyó méregre a gyógyszert miből szokták csinálni? A kígyó mérgéből, ugye? Milyen döbbenet. Ha valakit megmar a kígyó, akkor az a gyógyszer, amit neki adnak, a kígyó mérgéből készítik. És a jó hírem az, Isten úgy mondott rád igent ott a kereszten,
a bűneidre, hogy mind a te bűnöd, ami oda került rá, az ő testében a kegyelem gyógyszerévé vált. A te bűnmérgedből a Krisztus testében átalakult minden mocsokságunk, bűnünk a kegyelem szérumává, gyógyerejévé. Valami döbbenetes mélység ez, hogy az Isten fia ott van a kereszten, és igen mond a bűneimre. Ugye, hogy nem olyan rossz ebbe az Istenbe hinni, nem? Kezditek meg szeretni? Tehát Isten az Atya akarta, hogy legyek, a fiú pedig akarta, hogy megszabaduljak. Jézusban az Isten igent mond rám a megváltásomra, a szabadulásomra. Éppen ezért sajnálom, hogy itt mögöttem van a kereszt, Kecskemét, egy kicsit magasabb az imáz, mindig felettem van a kereszt, az mindig azt jut egy eszembe, hogy a kereszten az Isten összekapcsolja a mennyet a földdel, és összekapcsolja az embert az emberrel. Jézus a fiú, a szabadító, a megváltó Isten. Találkoztál vele? Figyeled? Isten a teremtő, az Atya. A fiú Isten a megváltó, szabadító, és most jövünk közelebb, a Szentlélek. Isten fölöttünk, Isten közöttünk, és a Szentlélekről mit lehet mondani? Isten bennünk. Jöhet ennél közelebb? Ez nem keleti misztika. Nem. És hadd mondjam nektek, a sorrend kötelező. Előbb meg kell ismerjem őt, mint az életem okát és létezésem okát. Utána meg kell őt ismerjem, mint a megváltásomnak az eszközét, Jézust. Meg kell ismerjem őt, mint szabadítót. És meg kell ismerjem magamat, mint bűnöst, mint lázadót. Mert csak itt tudok találkozni Jézussal. És ha találkoztam vele, mint atyával, ha találkoztam vele, mint fiúval, aki igen mondott a bűneimre, és a megváltásomra, a szabadulásomra, akkor azt mondja, hogy akkor lépjünk egyet közelebb. És pünköskor azt ünnepeljük, Péter mondta is a prédikációban, hogy az utolsó időkben idézi Joelt, kitöltök a lelkemből minden testre. És hadd mondjak nektek valamit. Pünkösd óta itt van a Szentlélek ezen a földön. Jézus nincs itt látható módon, de a Szentlélek itt van, és ő nem látható. És a Szentlélek itt van minden testen. De amikor megismered Istent, mint atyádat, és megismered a fiút, mint szabadítódat, akkor már nem a testedre tölti ki az Isten a lelkét, hanem a tested be. És a Szentlélek temploma lesz a tested. És de nagy dolog ez. De nagy dolog. Ezért adtam azt a címet, hogy erő a változáshoz. Mert amikor megismered Istent, és megismered, hogy mennyire szeret, akkor rá fogsz döbbenni, hogy valami nincs rendben az életeden. Azt, amikor megismered Jézust, mint megváltód, akkor találkozol magaddal, találkozol a bűneiddel, és elkezdesz azon gondolkodni, hogy de valami nincs rendben az életemben, és tudom, hogy igaz, amit a Biblia mond, de nincs erőm úgy élni. Nem tudok úgy élni. Pál apostol ezt olyan szépen mondja a Római Levél 7. és 8. fejezetében. Azt mondja Pál, tudom az eszemmel azt, hogy mi a jó. És szeretném azt tenni, de nem tudom. És azt mondja, teljesen meghasonlott vagyok. Tudom, hogy mi a jó. Tudom, hogy mit kellene tenni. El is döntöm, hogy meg fogom tenni, de nem tudom tenni. És azt mondja, mert nem is én teszem a rosszat, hanem a bennem lakozó bűn. És azzal fejezi be, ó, én nyomorult ember. Hát ki szabadít meg ebből a testből? És elkezd jajgatni Pál, sír ott a levél 7. részében, hogy ez borzasztó. Hogy tudom, hogy milyen kellene lennem. Tudom, hogy milyen szeretnék lenni. Tudom, hogy mi a jó. Már tudok különbséget tenni jó és rossz között, mert visszaadtam ezt a jogot neki, hogy ő döntse el. Többet nem én akarom eldönteni, hogy mi a jó és mi a rossz, hanem az lesz a jó és a rossz, amit ő annak mond. Mert hát ezért van anarchia a földön. Az Édenkert óta mi kicsikartuk azt a jogot az Istentől, hogy mit döntsük el, honnan szakított Ádám és Éva? A jó és a rossz tudásának a fájáról. És onnantól kezdve jó az, ami nekem jó, rossz az, ami nekem rossz. Ez borzasztó. Ha úgy kezdünk el, jó az, ami nekem jó, és rossz az, ami nekem rossz, jaj. Az borzasztó. Hát valakinek a megtalált pénztárca öröme, nem? A másiknak az elveszett pénztárca keserűsége, nem? Ami nekem jó, az neki rossz. Valaki azt mondja, hogy baromi szerelmes vagyok egy családos nőbe, és akkor beleszeret, és azt mondja, hogy milyen jó ez nekünk. A tiltott gyümölcs izgalma minden kísértésével együtt. De a másik család ebben mit csinál? Bele pusztul. Mert azt mondtuk, hogy jó az, ami nekünk jó,
És rossz az, ami nekünk rossz. Amikor megtérsz, ezt a jogot visszaadod Istennek, és azt mondod, te fogod megmondani, hogy mi a jó, és mi a rossz. Igen. És a Szentlélek bennünk. Ez az evangéliumban, hogy Isten még közelebb akar jönni hozzád, és ha találkozta Jézussal, a szabadítóval, az Isten fiával, a megváltóval, ő szeretne tovább jönni. Olyan szépen mondja Jézus, ha valaki megtartja az én parancsolataimat, ahhoz eljövünk az én atyámmal, és szállást készítünk nála. Ahogy ez nagyon szép. Tudjátok ki a Szentlélek? A bennünk szállást készítő Isten. Ő az, aki számunkra nem csak fölénk hozza az Istent, nem csak közénk hozza az Istent, hanem elhitheti velünk azt, hogy Isten bennünk lakik, és mi az ő gyermeké lehetünk. Pünkösd erről szó. A kérdés az, hogy találkoztál-e vele. És olyan szépen mondja Pál a 8. fejezetben a római levélben, hogy de hál' az Istennek. Nincs most már semmiféle károsztató ítélet azok ellen, akik Krisztus Jézusban vannak, mert most a lényeg, az élet lelkének törvénye mit csinált? Megszabadított a bűn és a halál törvényétől. Magyarán az Isten szent lelke, amikor belét költözik, erőt ad a változáshoz. Valami elindul belülről. Valami csodálatos dolog. Mint a gyerek nem tud önmagában megszülni, anyuka kell ahhoz, hogy megszülje őt, de a gyerek is szenved, az anyuka is szenved, úgy szül újjá minket Isten Szentlélek által az életre, és elkezd valami változni belülről, és te magad csodálkozol legjobban saját magadon, hogy ez én lennék? Igen, a Szentlélek ezt teszi. Azt mondta Jézus, aki szomjazik, jöjjön hozzám és igyék. Aki hisz én bennem, annak belsejéből élővíznek folyamai ömlenek. Tehát többet nem szivacs keresztény, hanem forrás ember. Valami elindul belőlem, és nem állandóan pótolok valamit birtokolni. Mindig kívülről szerzek valamit, hogy jó legyen, jól érezzem magam, mert van valami innen, ami túlárad, ami túlcsordul. Ez látott a Samária asszony életében például, hogy találkozik Jézushoz az 5-ször elvált nő, élettársi kapcsolatban élő asszony, akkor találkozik Jézussal ebből a szivacs emberből, aki szeretett koldus volt, a kapcsolatokból, a férfiakból akarta meríteni az önbecsülését, a méltóságát, egyszer csak forrás ember lesz. Már nem kívülről ki keresi, hanem valami történik benne, és ez túlcsordul a Szentlélek által. Tehát a Szentlélek Isten, aki lakozást vesz bennem és benned, templommá tesz, és belülről kifelé változtat. Ez óriási dolog. A kérdésem az, hogy találkoztál a Szentlélekkel? Azt olvastam az igében, hogy a tanítványok nagyon fura módon találkoztak velé. Szélként, tűzként. A szél az egy szuverén erő ezen a földön. Nem tudjuk megmondani, mikor és hol fújjon. Egészen sajátos módon alakul ki a hideg és a meleg áramlatok révén, és mi ezt nem tudjuk befolyásolni. Félelmetes ereje van a szélnek. Látunk rá példát, nem? Iszonyatos ereje van. A szél az tőlünk független úr, erő. A kérdés az, találkozt az erő lelkével. Hadd hozzak rá néhány példát. Hogy mit tesz a szél? Nagybánya mellett van egy nagyon szép sziklaszírt, évente mindig elmentem oda kirándulni, és ahogy ültem fönt, egyszer megállt mellettem a levegőbe, vitorlázva két sólyom, míg úgy sistergett a szárnyuk, hogy a másfél méterre lehettek tőle. Egyszerűen fújt a szél, és mit csináltak? Eveztek. Olyan szép volt ez a látvány. Mai napig ott él a szívemben. Igazi HD minőség. Nagyon szép volt. És emlékszem arra, hogy figyelgettem őket. Aztán elmentem nagyapám még falujában Mocsolyára, jöttek haza a libák a legelőről, és nem tudom, látottak-e már libákat repülni. Ilyen házi libát, az a fehér, tudod? Hatalmas gágogás, tól, por, így elrugaszkodnak nagy nehezen egy méternyire föl, nagy csattogása, és akkor tehát az elég látványos, inkább hangos, mint látványos. Hadd mondjam nektek, a Szentlélek ereje nélkül körülbelül így néz ki a keresztjén. Nagy zaj tudunk csapni, ugye? Nagy zaj, tól, van minden. Csak nincs erő.
De a sas és a sólyom az mit csinál? Fölmegy egész magasról, van áramlat. És egyszerűen csak elvesz, vitorláz a széllel. A szél tartja őt fenn. Fölemeli. Ott megjelenik egy felhajtó erő az életükben. És ez egy csodálatos dolog. Arra is emlékszem, ugye ezen a vidéken mentem kirándulni, és mindig voltam egy kisvödör, hogyha van áfonya, hát azt nem lehet kihagyni. És hát akkor a szelet fogtam ki így a hegytetőn, hogy megkötöttem a szabadidő ruha mújjával a vödröt, és földobtam a levegőbe. Belekapott a szél, és úgy állt a levegőbe, tudod? Hát nagyon élveztem. Mint egy vitorló úgy működött a vödör, belekapott a szél, én meg mentem szépen utána. Húzott maga után. Hát ez nagyon jó, nem? Csak tudjátok, meddig maradt a vödör a levegőbe? Míg arra mentem, amerre a szél fúj. Amikor irányt váltottam, mi történt a vödörök? Pocs, leesett. Ennél már csak az volt rosszabb, hogyha szembe kellett menni a széllel, ugye? Vagytok, akik szoktatok széllel szembe biciklizni? Majdnem szebbet mondtam. A férfiaknak, de inkább kihagyom. Szóval, mikor szembe mész a széllel, ugye? Jó, jó biciklivel szembe menni a széllel, ugye? Nagyon jó. Baromi rossz. Nagyon rossz. Sokszor látok megfáradt hívőket, kínlódó, enervált keresztényeket. Sokszor felteszem az a kérdést, vajon nem az az oka, hogy szembe mész a széllel? Isten szent lelke addig tud erőként hatni az életedbe, míg abba az irányba mész, amerre ő fúj. És azt, hogy merre fúj, azt nem te döntöd el, az ő dönti el. És egy gyülekezetben, amikor arra mennek a gyülekezetek, amerre Isten lelke fúj, akkor nagy dolgokat élhetünk meg. Ugyanez igaz a vitorlára. A hajósok nem tudnak szelet csinálni. Én még nem láttam a Balatonon olyat, hogy szélcsendben felszállnak az emberek a vitorlára, és fújják hajszárítóval a vitorlát. Leégne elég hamar a motor. És a hajó az mit csinál? Hát nem mozdulna semmit. Sokszor így vagyunk mi. Egy dolga van a hajósnak. Ha van szél, akkor engedje ki a vitorlát. Kedveseim, a Szentlélek szelem. Amikor fúj, vesztek erőt. Erőt a változáshoz. A tagadó Péterből lesz igehirdető Péter, hitvalló Péter. Igehirdetést mond ez a félénk ember, és hirdeti ezzel az evangéliumot, mert a Szentlélek betöltötte. De jó. Szél. Találkoztam el a lélekkel, mint erővel, az öröm lelkével, a szeretet lelkével, a józanság lelkével, betöltötte már. Ha még nem, akkor szomjazd, majd erről kicsit még szólok később. Megyek tovább, azt olvastuk itt, hogy tűzként találkoztak a Szentlélekkel, a Szentlélek szél és tűz. De nem pusztító tűz, hanem tisztító tűz. És a Bibliában a tisztító tűz nem a purgatórium, hanem a Szentlélek a tisztító tűz. Tudjátok, miért tisztító tűz? Mert csak azt égeti el, ami szemét. Nagyon jó, csodálatosan ég tud égni. Tehát, amikor kitör egy tűz a háznál, akkor az mindent éget, nem? De a Szentlélek olyan különleges tűz, hogy csak azt égeti, ami szenny, mocsok, salak, hogy kiolvadjon azt, ami arany, ami érték. Tűzálló van ez a film. Tűzálló. Mi az a tűzálló? Az, ami tiszta, ami szent, ami Isten szerinti, azt nem tudja kiégetni. Szél és tűz. Amerikában vannak ezek a futó tüzek, bozó tüzek. A tűzzel szoktak védekezni, tűz ellen. Azt csinálják az okosabb emberek, hogy felégetnek minden égethetőt a lakásuk körül. És jön a tűz, és mivel előre elégettek mindent, ami éghet, megáll, mert nincs mi égen. És ha nincs mégen, akkor a tűz mit csinál? Elalszik. Van egy jó hírem. Ha beengeded a Szent Lelket, ő ki fogja égetni belőled mindazt, ami az ítélet napján éghetni való. Bárcsak égne el most, nem? És megáll a tűz, és megtisztulsz. És az arany. A tűzben megpróbált arany. A hitetek, ami értékesebb a tűzben megpróbált aranynál, mondja Péter apostol. De jó, amikor ezt felragyog. Kész vagy odaállni. És van itt valami nagyon szép dolog. Rájuk szálltak ezek a kettős tüzes nyelvek. És mindenki a másikon látta. Nem furi? Jó, téged is betöltött. Hát te is kaptad, nem is gondoltam.
hogy még te is kapsz szent lelket. És nem mindenki, látod, hogy nekem mi van? Nem mindenki maga felett kereste a glóriát, mint Fülöp atya, a Néri Szent Fülöp, ugye a Legyetek jókat tudtokba kereste a glóriát, mikor nagyon sokat dicsérték, hanem mindegyik a másik fölött lát, hogy nézd, ő is kapta, őt is betöltötte. Egyszerűen felismerték egymásban a szent lelk munkáját, és elkezdték hirdetni az evangéliumot. Tűz. Találkozta a szent lelkkel, mint Isten szeretetének a tüzével. Azt mondja Pál, Krisztus szeretete szorongat minket. Ott a görög azt mondja, gyötör, szorít. Egyszerűen kikívánkozik belőlünk. Emészt. Nem tudok más tenni, mint szeretni, azt mondja Pál. Találkozta ez a szeretettel és tűzzel. Aztán találkozza a tűzzel, amire azt mondja Jeremiás, csontomban rekesztett tűz az Isten igéje. Szerettem uralkodni, lefolytani, nem tudtam, ki kívánkozik belőlem, még akkor is, hogyha bántanak. Olyan sok keresztényt ismerek, aki évekig tudja titkolni, hogy keresztjén. Nem tudom, hogy tudják csinálni, de sikeresek. Bírják. Évekig barátkoznak, nem hívők, és nem tudják, hogy ők hívők. Szóval volt egy döbbenetes élményem, megtért egy kozmetikus lány a gyülekezetünkbe, és akkor mondja nekem, hogy te, én itt láttam meg, hogy itt volt nekem még hívő kuncsaftom, de soha nem beszélt Jézusról. De ez a kuncsaft beszélt Jézusról, és megtértem. És kicsit úgy vegyes volt. Egyszerre voltam boldog is, meg picit szomorú, mert az egyik elmondta az evangéliumot, másik pedig szépen elhallgatta, kibírta. Igen. Tudom, hogy evangelizálni hívtatok, de hogy szeretnélek benneteket gyülekezetként is megszólítani. Tagokként. Tudom, hogy sok helyről vagytok, de szeretném megszólítani a helyi gyülekezetet, és mindazokat a gyülekezeteket, ahol jöttetek. Mert van itt még Pünkösdnek egy nagyon mély üzenete. És ezzel szeretném zárni az ige hirdetésem, ezzel a gondolattal, vagy gondolatsorral. Amikor az Úr Jézus felemeltetett a mennybe, ez a tanítványoknak szólt. Egyébként ő addig közlekedett ott, a menny és a föld között szabadon. A mennybe ment el a tanítványnak szólt, hogy elhiggyék, hogy van mennyország, hogy oda ment Jézus, hogy helyet készít, hogy összenálljon bennük ez a katyvasz, amit nem tudtak, hogy mi. És elment, és látták elmenni. És Lukács olyan szépen mondja, az utolsó gesztus a Jézusnak mi volt? Hogy áldotta őket. És miközben emelkedett, miközben áldott őket, úgy emeltetett fel. És a tanítványok azt az emléket őrizték Jézusról, hogy Isten minket áld. Hogy Isten minket szeret, nem fenyeget, nem így ment el. Hanem úgy ment, hogy áldotta őket. Bocsánat. Szeretettel. Ez csak azért azoknak szólt, akik majdnem elaludtak. Szóval annyira jól látni, hogy szeretettel áldott őket. És ez volt az utolsó gesztus, testbeszéd, hogy Jézus minket áldott, így ment el. Aztán elmentek vissza Jeruzsálembe, és valami furcsa dolog van itt az abcselben, szépen felsorol név szerint, hogy kik voltak az a 11 tanítvány Judás kivételve, akik elmentek Jeruzsálembe. És gondolkoztam, hogy most miért ennyi csorogatni a neveket, az, hogy unatkozzunk, meg hogy kitörjön a nyelvünk, mert nem értjük. Miért van ez a névsor? Névsor, nem offshore, névsor. Miért van? Szeretnénk nektek erről szólni. Névsor. Jézus a főpapimában nagyon furcsa dolgot mondott. Atyám, akiket te, nékem, adtál. Akkor most visszakérdezek, ki hívta Jézus tanítványait? Ki? Jézus vagy az atya? Az atya. Az evangéliumok arról beszélnek, hogy egy nagy tanítványcsoport járt Jézussal, amikor egyszer egy éjszakát a hegyen töltött, és ott azon az éjszakán ő imádkozott egy éjszakán át, és ott az egész éjszakás imádság után lejön a hegyről, és a nagy csoportból kiválaszt 12 embert. De kiket választott ki? Akit az atya neki adott. Hogy adta nekik, hogy átbeszélte vele az éjszakát? Van egy kérdésem. Szerintetek Jézusnak könnyű volt elfogadni ezt a 12 embert? Nem. Hát ha megnézitek a csapatot, nagyon fura kis csapat jött össze. Tehát úgy mondja Jézus, hogy az atya választotta őket, ki megmondta, hogy ki lesz az a 12. És Jézus egy éjszakán át mondta, hogy biztos, jó lesz? Tényleg? Ő így gondoltad, Uram? És azt mondta, hogy igen. Hát akkor őket kell kiválasztani. Jézus
elfogadja az atyától ezt a 12 tanítványt. Elég színes kis csapat. Csak egy néhány jellemzőt mondok el róluk. Van köztük egy olyan, hogy Zélóta, nem? Tudjátok, hogy fordítanám le, szélső jobb. Ez a Zélóták, ezek arról voltak híresek, hogy lincselték halomra rómaiakat, késekkel jártak, merényleteket követtek el. Elég furcsa. És képzeld el, hogy más nézd meg, elhív egy vámszedőt. Ha, milyen nagy szeretettel nézett. Simon az Zélóta Mátéra, képzeld el, aki szedte a sápot kiknek. Hát a navos, vagy mit tudom én, szedte az adót a rómaiaknak. És azt mondta, hogy hazaárul, hát ezeket nyírták ki minden estől. És azt mondja Isten, hogy na most oda teszlek benneteket kis csoportba, jó? Jó étvágyat egymásnak, jó? Szeresétek egymást, itt van egy kis vámszedő, itt van egy Zélóta, na, itt a lehetőség, nem? Aztán nem olyan aranyosak ezek a Jakab és János, mint amilyenek lettek. Mennydörgés fiai állandóan mennydörögnek, tüzet kérnek, bosszút akarnak állni. Jézus úgy csitítgatja őket, hogy nem tudjátok, milyen lélek van bennetek. Az anyukájuk se semmi, mester, add meg az én kis két cukiságom, ott legyen melletted a miniszterként, ugye? Szóval megvan ez a csapat, ugye? És vitatkoznak, hogy ki a nagyobb, állandóan ez a kérdés. És nem értik. A végén Jézus megmossa a lábukat, hogy egyszer mindenkor felejtsék el azt, hogy ezen gondolkoznak, hogy ki a nagyobb. Aztán van köztük egy ilyen heves, szangvinikus Péter, aki szeret nagyokat mondani. Például ilyeket mond, hogy ha ezek mind elhagynak én, akkor sem. Szerinted hogy érezte magát a másik 11? Milyen aranyos a Péter, ugye? Mennyire szeret? Egymás különnek tartsátok, ugye? Mindenki józan hitmértéke szerint gondolkozom, senki sem gondol magáról többet, mint amit kell. A Péter nagyon behozta ezt az ígét, ugye? Mert nem volt még Szentlélek benne. És nagyokat mondott, nagyokat ígért. Aztán ott van Judás, aztán van egy Tamás, aki olyan értetlenebb, mindig kérdez. Sok türelem kell Tamáshoz. Nekem volt egy olyan barátkozóm Kecskeméten, 3 évig járt a barátkozók óráját. Elég hosszú diáksága volt. Mikor már megláttam, már fáradtam. Ó, Uram! Hát 2 mondatot nem tudtam még, mindig 3 dolgot kérdezett. Újságíró volt, és mindig kérdezett, hogy meg akar győződni. Mindenről. 3 év után megtért, beismerítkezett. És egyszer mondta, hogy már úgy hiányzik a barátkozók, bejöhetek még egyszer? Mondom, persze, gyere nyugodtan, bejött. Tudjátok, azt élveztem, hogy valaki kérdezett valamit, és akkor lecsapott minden labdát, nem kellett én válni. Hátra dőlhettem nyugodtan a karosszékbe, az Erika mindenkinek válaszolt a kérdésére. Miért? Mert ő volt a Tamás. A Tamások ilyenek, mindent meg kell tudni, Uram, hova mész, mondd meg a térképet, adjál GPS, csináljunk valamit. Hát nem úgy van ám, hogy mindent értünk. Na szóval egy ilyen csapat, nem? Egy ilyen csapat. Aztán, amikor Jézust megfogják, szétrebben ez a csapat. Vajon Mária szívében nem volt neheztelés az aranyos 10 felé? Ugye Judás nem volt ott, mert elment. Péter is ott maradt az udvarban, csak János ment fel a keresztig. Vajon mi lehetett Mária szívében? Vajon mi lehetett bennük egymás felé? És tudjátok, míg Jézus velük van, mit csinál? Puffereli az ellentéteket, nem? Szoktunk viselkedni, ugye? Tudunk? Egy kicsit másként szokott az osztály viselkedni, mikor a tanár, nem? Van kis különbség, nem? Most ott van Jézus, és hát van, hogy nagyon felszabadultan vitatkoznak, de azért mégiscsak úgy viselkednek. Ha nincs köztük, ami gáz van, fölmegy megdicsülni a hegyre, le már vitatkoznak a tanítványok, ugye a völgybe. Mit vitatkoztok? Meddig kell még titeket elszenvedjelek? És sokat gondolkoztam azon, hogy pünkösd, miért úgy van, hogy elmegy Jézus, és 10 napra magunkra hagy minket? Hát nem jobb lejobb, hogyha a lélek jönne, fiú menne? Tehát így meleg csákányváltás, nem? A fiú megy, a lélek jön? Így, szépen. De ne, ott hagy őket magukra 10 napig. Miért? Ennek üzenete van. Azért, mert azt mondta Jézus, hogy a Szentléleket azok kapják, akiknek Krisztus hiányuk van. Akik sóvárognak Krisztusra. Akik éhezik és szomjozzák az igazságot. Van egy félelmem, kedves testvéreim. El van csapva a hasunk. Én tegnap egy esküvőn voltam,
Úgy majd nem sok kedvem volt mebédelni. Már az étel látványától is úgy beteltem, és amikor az ember nem éhes, mert mindenfélétbe habzsolja magát, akkor nem éhezik arra, mi igazán kell. Aki szomjazik, jöjjön hozzám és igyék. Az éhezés és a szomjúság a Bibliában egy kegyelmi állapot. Isten a lelkét oda küldi, ahol a tanítványok éheznek Jézusra. Magyarán Jézus azért megy a mennybe, és azért hagyja őket magukra, hogy a tanítványok megtanulnak vágyakozni, éhezni rá. És azt mondják, Jézus hiányzol, Jézus kell lesz. Jézus nélküled nem megy. Márpedig, ha ez így van, és találkozol Jézussal, akkor találkozol igazi önmagaddal is. És a harmadik, amiért ott hagyja őket, hogy találkoznak egymással. Mert nekik is voltak fiókjaki. Volt egy vámszedő fiók, ahol be volt zárva Máté. Volt egy tagadó fiúk, ahol be volt zárva Péter. Volt egy nagyra vágyó fiúk, ahol ezek a nagyra vágyó Jakab és János be voltak szépen zárva oda. Volt egy szélső jobb fiúk, ez a nemzeties, heves indulatú zélóta, a késestűt bezárták oda. Tudtak viselkedni, tudtak mosolyogni, tudtak, el tudták játszani a tanítványi közösséget. Van egy kérdésem. Ha 11 ilyen embert összezár Isten, tud 11 napon át úgy imádkozni, hogy a bajok ne jönnek felszínre? Kecskeméten volt két fiatal, mindig nyafogtak egymásra. Annyit nyafogtak. Mikor az egyik jött, mikor a másik? Az akkori ifjúsági vezető besokalt, na azt mondja, fiúk, véget vetünk ennek, itt van egy kis szoba, én bezárlak ide titeket, és addig ki nem engedlek, mert épp ki nem békültök egymással. Kibékültek, soha többet nem nyafogtak. Van bennünk egy ilyen, tudjátok, gyülekezetekben is, hogy szeretünk viselkedni, mosolygunk, testvér, áldjon az Úr, de a szívünk mélyén mégis van egy ilyen kis fiúk, nem? Hogy persze, tudjuk, de te mégiscsak az vagy, nem? Persze, hogy megtértél, de az vagy. Ez a múltad determinál a múltad. Pünköskor ki kell engedni egymást. És pünköskor be kell fogadni egymást. Kedveseim, nem lehet addig a gyülekezet egységét ünnepelni, míg nem tudjuk ünnepelni a különbözőséget. Azt, hogy nem vagyunk egyformák. A Biblia szerint egy dolgot nem fogadhatsz be rajtam, és én te rajtad, az mi? Az isteneli lázadást, mi úgy, hogy bűn. De az, hogy milyen a séród, a fizimiskád, a zeneizlésed, a neveltetésed, ez mind meghatároz a temperamentumod, a múltad. Nem tudod megváltoztatni a múltadat, ezeken átmentél. És ezt mind be kell fogadni. Azt mondja Pál, fogadjátok be egymást. Miért olyan fontos ez? Kétfajta keresztjénnel találkozom. Az egyik úgy hívom, hogy csempés keresztjén. Kecskemét a vasútállomás nagyon érdekes. Ha mentek, megnézhetitek. Ilyen pici csempékből van kirakva az egész állomás, de nagyon egyformák. Tényleg egyforma négyzetek az egész. Mindig gondolkoztam, hogy hát miért kellett annyi aprózni? Hát kinek volt türelme kilakni az egész falat? Ilyen pici csempékből. És egyforma. Tudjátok, mit jelent a csempés keresztjén? Hogy van egy sablon, ami be kell illeszkedni. És nincs ám olyan, hogy te kilóksz a sorból. Azt levágjuk, lemetéljük, jó? És csempés keresztjén. Ez könnyű lett pakolni. Hamar van szaporája, nem? Ki az, aki burkol közületek? Pakoljuk szépen a falra. Legfeljebb olyan, hogy fele, duplája, és akkor rakni lehet. Az ördög ezt akarja. Vannak gyülekezetek, akik így gondolkoznak, csempés keresztjének. Így kell élned, és akkor beillesz a körbe. Ha nem, még körbevágunk, levágjuk róla mindazt. Ez nem kell keresztjének lenni, ez csak Észak-Koreába kell elmenni, nem? Olyan szép egység van, tökéletes egység, nagyon szép. Rend. Aztán van a másik kereszténység, amit úgy hívok, hogy ólomüveg kereszténység. Régebben szerettem kirakni puzzle-okat, egyszer nekivágtam egy 2000 darabos puzzle-nak.
És majdnem eljutottam a végére, és képzeld, mikor eljutottam a végére, kiderült, hogy egy darab hiányzik. Nagyon dühös voltam, kerestem, és az egy darab hiányzott, nem találtam sehol. És fogtam magam az egészet, visszaraktam a dobozba. És utána visszaraktam, megtaláltam a szőnyeg alatt azt az egy darabot. Ólomüveg keresztjén, mi az? A tanítványok pünkösdelőtt olyan voltak, mint egy marék ólomüveg. Mindegyiknek más az alakja, más a formája, más a színe, más a neveltetése, más a temperamentuma, mindegyik hoz valamit. És mit szeretnénk? Szeretnénk szépen levágni őket, nem? Szabályosra. És azt mondja, nem. Ez azért van, mert valaki ismeri a képet. Ne próbálj meg puzzle-t úgy kilakni, főleg ilyen több ezerest, hogy nem látod a képet. Ha nincs képed, akkor enyhén ideg problémáid lesznek, hogyha így próbálod kirakni. Az kell látni a képet. Isten ki akarja rakni a képet belőlünk. És olyan szép az ólomüveg, hogy mindegyik darab más, a formája és a színe is más. De amikor belerakják ebbe az ólomkeretbe, vagy omba, amikor átsüt rajta a fény, akkor meglátszik a kép. Ki adja a képet? Mi ez a kép? Azt mondja Pál a Galata levélben, szerettem, akiket ismét fájdalommal szülök, gyermekeim, akiket ismét fájdalommal szülök, míg ki nem rajzolódik bennetek, kicsoda? A Krisztus. Mi az arckép? Krisztus. Amikor az egyházba kitöltetik a Szentlélek, akkor vég a csempe kereszténységnek, akkor mindegyik megtalálja helyét. És akkor átvilágít rajta Isten szeretete, akkor a világ meglátja Krisztust. Egy kérdéssel szeretnénk befejezni. Te ott vagy már ebben a képben? Egy pici kis szilánk, egy pici kis darab, vagy hiányzol? Nagyon hiányzol. Nekem annyira hiányzott az egy darab. Az örömmel tönkretette. Hogy nincs meg, hiányzik. Te ott vagy már? Ott vagy a Krisztus testében? Ott van az egyházban? Betöltött Isten szent lelke? Beépítetett téged a közösségbe, a gyülekezetbe? Hogy átragyogjon rajtunk az ő szeretete. Ezt teszi a Szentlélek ma is. És olyan jó, hogy ezt teheti. Amennyire engedjük, annyi. A kérdés nem az, hogy kaptál-e szent lelket. A kérdés az, hogy a Szentlélek megkapott-e már téged? Hogy az övé vagy-e, hogy odaadtad-e magad neki? És mivel ez az ének volt, ami nagyon meghatározott engem most, mikor megérkeztem ide, most még egyszer el fogjuk énekelni, jó? Még egyszer el fogjuk énekelni, és azt kérem tőletek, hogy közben, miközben énekeljétek, gondoljátok végig ezt az egészet, hogy kicsoda ez az Isten, aki hív, aki szeret, az Atya, a Fiú, a Szentlélek. És mondd azt, hogy Uram, én meg akarlak ismerni, adni akarom magam neked. Jogod van rám, méltó vagy rám, azért, mert odaadtad magad értem, én is adom magam neked. Mondjuk el együtt ezt az imádságot, tiéd minden álmom, az életem.